Na sziasztok srácok, mivel befejeztem a Mafiát, a GTA 5-öt, meg a Dark Souls, meg egy csomó végigjátszást, és már csak a Hitman van hátra, ezért úgy gondoltam, hogy elkezdek egy újat, olyat, ami még nem volt a csatornán, legalábbis ami végigjátszást illeti. Mert ugye ilyen random gameplay már volt ilyen horror játékokból, mint ugye az Outlast-ből, mert ott volt a Resident Evil 7-nek a demója is, azzal is játszottam. Így voltak ilyenek. De így, hogy komplett játéknak a végigjátszását megcsináljam, olyan ugye nem volt. És szerintem ez lesz, nem szerintem, hanem ez lesz az első horror végigjátszás a csatornán. De remélem jól fog sikerülni, és nem nagyon fogok beszarni. Na nézzük. Igen. Jó. Tehát itt elmondja, hogy mi a helyzet. Kik vagyunk. Milyen emberek. Meg hogy nem vagyunk harcosok. És hogy csak a borzalmakat kell kideríteni. Oké. Okay. És a három választásunk van. Futsz, elbújsz vagy meghalsz. Egyik se tetszik. Főleg a harmadik opció. Menjünk akkor szépen tovább. És akkor kezdjük is el a játékot. Jaj. Mezőgazdasági minisztérium szóvője, bla bla bla. Ennek a szövegnek szerintem sok izé köze nincs a sztorihoz. Tehát most fogunk oda menni abba a kastélyszerű épületbe, mert az elmegy úgy intézet. És ott kell kideríteni, hogy milyen szörnyű dolgok folynak ott bent. Elég csúnya látvány fog fogadni minket, úgy érzem. FM 107.9. Meg kéne nézni, hogy az a magyar rádió, nehogy ott fogja valamit. Ó! Oh. Hello! Megjöttem. Na most nézem, hogy a műszerfalon működnek a... Mutatok, majdnem üres a benzintankunk. Tankolni kéne. Kis mappát, amit nem tudom, hogy hova rakunk majd. Itt megint elmondja a nagy vonalakban azt, hogy ki kell derítenünk a dolgokat. Szánkba rágja. Ó, itt a kameránk. És most bemutatja a kamerának a működését. Tehát van ez a nézet, ezt még nem én irányítom. Ó, ott van a nevünk meg minden. Megvan egy ilyen nézet, ez majd hasznos lesz, csak az a baj, hogy ez meg szívja rendesen az aksiját. Na jó van, akkor induljunk is el. Itt szépen el fogja nekem mondogatni a játék, hogy a tabba, a ével, az ennem, miket tudok csinálni, ugye. Ilyen dokumentumokat, meg ilyeneket megnézegetni. És a jobb egér gombatom a kamerát előhorázsolni, és kameráznom kell csomó mindent. Ó, ott felkapcsolódott a villany. Itt van valaki. Hello? De a halványa lehetett látni, hogy a körvonalait ott a falon keresztül is. Nem baj. Annyi baj, legyen régi játék. Fogjuk rá, hogy régi. Persze az elmegyógyi intézetben nem a főbejáratól kell ám bemenni, hanem itt a oldalt be kell kúszni itt a felszakított kapu alatt. És még utána sem ott az ajtó megyünk be jobbra, hanem ott fent a nyitott ablakra kell, vagy ablakhoz kell felmászni. Én már mondjuk itt visszafordultam volna, biztos, hogy nem mennék be. Legyek akármilyen vakmerő is, és hogy ki akarom deríteni az igazságot. Én biztos, hogy nem mennék be. Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell, mászunk be. Hogyne? Jó, az az éjszakai üzemmódban még így se látunk valami húdosokat, pár métert az orrunk elé. Ezt kinyissuk szépen. Ó, oh, hello! Igen. Ott van egy pap. Anya! Erre nem emlékeztem. Megint ilyen szűk helyeken így át lehet kúszni. Jó, itt van valami?
Egy elem a fiókon. És az R betűvel lehet ugye újra tölteni, mint hogyha fegyver lenne más normális FPS-ekben. Itt egy dokumentum, ezt is felvesszük, de nem olvassuk el. De egyébként nektek megmutatom, de én nem fogom elolvasni. Úgyhogy aki el akarja olvasni szépen részletesen, az le tudja állítani a videót. Na, szerintem így fogom csinálni a... Szóval így fogom csinálni az összes dokumentumnál, hogy megnyitom, de én nem fogom elolvasni. Viszont ugye a videót le lehet majd állítani. Mert valaki meghalt, mert igen, csak csöpög a vér. Ó, okáló. Erre valaki bejött. Szavasz. Jó van. Aztán le. Jó. Erre viszont pont emlékszem. Itt be akar szaratni a játék, de most nem fogok megijedni. Igen. Ó, hello! Te? Kik? Kik jutottak ki? Jó. Tovább kellett volna olvasni a feliratot. Ezt már közölte a játék a legelején, hogy nem harcolhatok. Figyelj, mert csávokám, téged meg most nézem, karóba húztak. Várjál, mert mi ez a sok fej? Hát majd rájövünk magunktól, mi is, hogy... Ó. Ott volt valaki. Szóval majd magunktól is rá fogunk jönni, hogy el kell tűnni erről a rohadt helyről. Erre itt... Ó, WC. Ó, ott egy kéz. Kéz. Az. GTA 5-ben láb volt. De hogy mit keres benne egy kéz, azt nem tudom. Mondjuk esetlen, hogy GTA 5-ben mit keresett egy láb a Trevor WC-ében. Arra nem tudunk elmenni. Akkor megyünk itt tovább. Mi? Kis malac? Jaj, te! Te mentél be ott előbb az ajtón, nem? Mi volt az akadás már megint? Itt valami gebasz lesz. Az ne érdekeljen. Apostol, miről beszélsz te? Vigyázzatok ti rám! Hú... Szádosnak legyek, kamerát fel is vettük. Fel. Ó, hello, ez aranyos. Itt egy dokumentum. Ez kell. G. Jó. Ez nem nyílik. És azért nem nyílik, mert valami nagyon diplomázott ide rakott egy asztalt. Melyik értelmes volt az, aki úgy gondolta, hogy ennek az irodai asztalnak a számítógéppel, meg mindennel együtt jó helye lesz itt az ajtóban. Nem fogom megérteni sose. Erre. Itt egy doki. Itt nincsen semmi. Igen, és elve meg a Q-val ki lehet hajolgatni jobbra-balra. Te? Téged egy picit megviselt az élet. Mik ezek a hegek rajtad, ilyen égési sérülések, hogy az Isten. Ó. Hé. Ott a keze. Ó. Hangya foci, nézhetem én is. Csatlakozhatok. Hallgatásba leegyezés.
Na látom, az se zavart különösebben, hogy beálltam eléd. Ó, de gyönyörű vagy, rohadt ocsmány. Te meg depis vagy. Te meg viccet félretéve úgy nézel ki, mint a Hitman. De mi ez a hang? Oh, mi ez? Kártya. Ja igen, amiről a csávó beszélt ott felnyársalva, hogy van ez a biztonsági szoba, és ott tudom majd kinyitni a kaput. De miért kell kinyitni a kaput, hogyha egyszerűen be tudok sétálni a kiskaput? Vagy betudtam, és akkor azon ki is tudnék sétálni. Hát csak azon az úton kéne visszasétálni, amin bejöttem, és akkor el is hagytam a helyet. Te viszont rám fogsz ugrani, még erre is emlékszem. Takarodj! Takarodj már! Te szerencsétlen! Maradj ott, kuporogj össze! Itt az exit. Lift? Szék? Ja, ott repültem ki. Aha. Jó, hát akkor kerülünk egyet vissza. Na, beakadtam az asztalba. Várj, egy szétnézek, itt nincsen valami használható. Egy elem. Ott van valaki a sarokban. Ő is meghalt. Akkor ő már nem fog segíteni. Igen, picit zavar ez, hogy ilyen szemcsés a kép, és nem lehet kigapcsolni. Ó, vérfolt. Futás közben. Mi? Bazzeg. Pont akkor kezdtem el hátra nézni, amikor a csávókám ott átszaladt. Ja, hogy én ezt nem is tudtam, hogy van benne ilyen. Jó. De most mi ez a röcögés? Ennek jobban kéne mennie. Itt semmi nincs. Itt sincs semmi. Itt megint egy kéz, itt egy egész ember. És itt? Hello? Van itt valaki? Igen. Elem. Valaki becsukta az ajtót. Melyik volt az? De hogy mi esik le az FPS itt? Nem kéne neki pedig. Na, megjöttünk a security roomba. Á, nem tudom mi esik az FPS. Pedig még SSD-re is raktam a játékot. Ó, oh, te ki vagy? Meg hol? Aha, kösz. Mi van? Takarodj. Hú, ki ne nyisd az ajtót. Mi van, kutya? Milyen kurvák? Nehogy elkezd nyitogatni itt nekem a szekrényt. Jó, kiment. Ez is érdekes, hogy az egyiket kinyitott, akkor a másikat miért nem? Menj már! Jó, én ki nem megyek innen, az biztos. Pedig muszáj lesz. De hol van? Alaksor. Ilyen sötétben le kell menni a
az alaksorba. Fúha. Ezt utálni fogom, de nagyon. Ez zárva van. Jó. Jó. Persze. Itt is egy doku. Nagyon nem akarok ide bejönni, de muszáj. Már számál föl, mi az a... És most fog jönni az, hogy ezt itt hiába nyomogatom, be kell kapcsolni a gázpópát, meg a főkapcsolót. Persze, köszi. El is felejtettem, hogy ilyenkor korom sötét van és nem látni semmit. Itt az egyik kapcsoló. Jó. Ezzel megvolnánk. És most? Azt rugdossa? Az bizony. Persze, ez biztos nem hallotta meg. Gratulálok. Hú, bakker. Észre ne vegyen itt. Aha. Mi lenne, hogyha használnád a kilincset? Oké, bent van. Csá. Mert a szekrény is ki, légy szíves. Itt is van mondjuk 5 szekrény, és egyet nyit ki. Miért nem... Miért nem nyitja ki az összeset? Mondjuk én ki sem merek most menni. Az a szépen berúgtad az ajtót. Van egy elemünk. Csávókám, az hol van? Aha, meg vagy. Akkor figyellek egy picit, hogy merre mész. Ha elmész arra. Menj el arra. Menjél még tovább, ne fordulj vissza. És visszafordult, nem hiszem el. Bejön vajon ide? Átmegy a szomszéd szobába. Ez most szivat engem. Ez direkt átmegy a szomszéd szobába. És jön ide is olyan? Én megkockáztatom. Ja, most megy arra, megint. Mit ártott neked ez az ajtó? És már bújok is be az ágyal, mert tuti, hogy be fog jönni. Hallgatózzunk egy picit. Nem hallom, hogy jönne. Jaj, de jön. És bejön ide. Ja, hello, szia. Menjél szépen tovább. Oh! Azt hittem, le fog hajolni. A francia van ilyen sötétebb a kurva játékban is. Pont arra kéne mennem.
Ezt is biztos meghallotta. Nem merek bemenni, bakker. Baszd meg! Jó! Visszafordultam hozzá, pedig nem akartam. Nagyon közel. Kirázott a hideg, basszus. Ó. Hú, de jó. Bakker. Akkorát rántottam az egén, hogy beleszaladtam az arcába neki. És az a baj, megint arra megy. Most visszajön. És remélem, hogy... bemegy a szomszéd szobába. Mert ha oda bemegy szétnézni, akkor én... el tudok menni... erre. Jó, biztos ezt se hallotta. Meg ezt se. Vázd be gyorsan. Hú, basszus. Na vajon bejön ide? Ó, be. De annyira tudja, hogy merre kell jönni, hogy az valami hihetetlen. Remélem, ezt a csipogást nem hallotta meg. Mit látszott? Semmit. Jó, menjél szépen vissza. De teljesen vissza, ám. Jó. De én csak szépen nyugisan így googolva. Megnézem, hogy merre mentél. Jó. Oké, szerintem szaladhatunk, mert most nem fog hallani. Remélem. Jó. Itt a kapcsoló. Én azt mondom, hogy én el is bújok a szekrénybe, ahova lehet rögtön. Nem akarok kimenni a szekrénybe, inkább hallgató... szok. Jön valaki? Tuti, hogy jön. Mindig ráérzed, hogy merre kell jönni, és most is biztos, hogy ide fog jönni, kinyitni az egyik szekrényt. Na. Aha. Jön már. Itt van, már hallom. Na? Szevasz! Mennyi nyisd az ajtót! Visszafelé picit nehezebb lesz menni. Na vagy túl óvatos vagyok. Na? 3, 2, 1. De most komolyan jön vissza? Haladjál már valamerre. Az a baj, eddig már nem látok el. Na, hogy visszafordulj.
visszafordult. És jön is tovább a francba. Ezt mondtam, visszafelé nehezebb lesz menni. És az a baj, hogy fogynak az elemek, de nagyon. Ha mennyit várjak, hogy lelépjen? Az vagy te szellem. Az pozitív, hogy nem látom még. Ne erre gyere, arra menjél szépen, meg ne fordulj. Ó, rohadás, ügyen el. Ki ne nyisd az ajtót. Ó, azt a rohadt. Hú. Rohadt szar rész ez itt az alaksor. Elem, ezt eddig nem vettem észre. Halló? Hát én szerintem... megpróbálok elszaladni mellette. Feltéve, ha tudok. Aha, most jó felé mész, nagyon. Nagyon jó. Bement ott a szobába, akkor én most itt el tudok szaladni erre. Jön. Persze, hogy jön. Miért ne jönne? Viszont ide a sarokba nem fog bejönni. Előbb se jött be. Ó, bakker. Már itt jön. Húha. Hát azt nyitogathatod? Milyen ragadó szírca arról beszélsz? Te se tudod. Jó. Tehát kimentél. Jó. Mindenféleképpen jó dolog, hogy arra mész, csak az a baj, hogy most én most... de beugrottam a vízbe, és lehet, hogy hallja lépteimet. De nem úgy néz ki. Jó. És szerintem most futás van minél előbb, minél messzebbre. Még mielőtt utánam jön. Ja, itt ezt a részt kerestem, jól van. Jó, hú, de király. Szerintem az elemet azt cseréljük. Hú. Na, soha többet pincébe. Pincébe soha többé. Az itt a budi. És itt érdekes, most meg nem akad. Előbb mi akadt itt? Ja, megint a billentyűzettel kell ügyködni. Hello, te ki? Mi? Ne? Oh! Mi a szart adtál be? Igen. Minek? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth.
Az mi volt ott? Ha megnézheted valami egy gyakorlászós elvételt. Úristen. És nem fog elengedni. És most hol vagyok? Vakít az a fehérség, eddig sok elég sötét volt. Hozzászokott a szemem. Hát ez egy cella. Miért vagyunk mi cellában? De kedves vagy, hogy a kameránkat nem vetted el. Most mentés? Emlékezel akkor a... Mi a? Oké. N. Martin atya cellája. Aha. Igen. Hát nem nagyon voltak önmaguk. Ez meg az, hogy ugye bent vagyunk. De itt volt egy másik oldal. Jó. Meg még van itt ez az oldal. Ez kézzel írott. Dokumentumok. Aha. Jó. Oké. Tehát minden egyes lapnál le tudjátok állítani a videót, el tudjátok olvasni. Én csak azt fogom elolvasni, amit úgy gondolok, hogy fontos. Minden esetre ez a videó az ennyi lett volna. Nem tudom, hogy fogom-e folytatni. Ez majd a visszajelzésekből kiderül. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek, hogy folytassam, akkor ezt komment szekcióba jelezzétek felém. Ja, tényleg itt van a Nyugodjon békében felirat. Úgyhogy... Ja, meg ott a falon is. Na szóval visszatérve. Ha szeretnétek, hogy folytassam, akkor ugye komment szekcióba tudjátok ezt felém jelezni. Úgyhogy majd lehet, hogy találkozunk a következő részben, ha ti is úgy szeretnétek. Addig sziasztok!